Na, hello, srácok, újabb RP epizód, megkezdődik a rendelés, bizonyám, ficcenünk, és már nyomogatjuk is a pszichológusi kezeléseket itten. Jó? Zsa. Tell me baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Hát megjöttünk, benn vagyunk már az irodámba. Innen már csak várunk igazából, hogy a páciensünk megérkezzen. Azt tudom, hogy csoda sebesség, te Jézusom! Láthatok ti már ilyen gyors embert? Nem tudom, hogy a Lakatos vagy ő a lassabb. Nézd meg, mindjárt meghal a Pali. De figyelj, ma orsövény ferdüléssel nem tudok mit kezdeni, nem kicsi borat. Az meg, mire felértem ide, az kurva. Hát ennyire azért nincsen magasan. Hát, bazony. Foglalj helyet nyugodtan. Hol jöhetsz a kide esetleg? Ki magad, persze. Azt a kurva élet már. Kemény kör volt, mi? Hát bazd meg. Hát meg is szúrtak itt a térdem alatt, úgy fáj rá, majd beszarok. Iha, kórházból jössz? Nem, a Bryce-ból. Iha, 700-at. Na, kicsi barát, hallgatlak. Mi a sztori lényege, mi történt, mivel kapcsolatban jöttél hozzá? Figyelj is, hát az a helyzet, hogy én mondtam neked, hogy itt ilyen nagy testvéri viszonyok. Megjelent itt a nagy semmiből, érted? De így aztán van, így van. Egyből már rendezzek neki munkát, rendezzek neki ízé pénzt, autót, kocsit, nőt, mindent bazag, érted? Én meg itten szarni sem volt időm körülbelül. Mhm. Nem bírom, nem tudok aludni. Fáradt vagyok. Ez mióta is van pontosan? 3 hete. És várjál már, most mióta láttad utoljára a testvéredet? Tehát, hogy mikor tűnt el életedből, hogyan tűnt el, tehát, hogy mi történt vele, hogy tűnt hát el az életedből? Na hát az úgy történt igazából, hogy itt másik városokban voltunk, aztán éltük az életünket, ugyanúgy szerelőtelben dolgoztuk, sőt azt inkább én vezettem, az én nevemben volt, hogy ilyen szülői ágyból maradt ház, eladtam, és akkor itt nagy projektbe vágtunk, szerelőtelepet nyitottam, adtam neki főnöki állást, érted? El voltunk, mint hal a vízbe. Aztán, nem tudom, megromlott közöttünk a viszony, nem nagyon beszéltünk, hiába ott dolgozott, így elmentünk egymás mellett, érted? Mint nem is ismernénk egymásra, vagy idegenek lennénk. Aztán meguntam, kirúgtam a rákba, aztán rám gyűjtötte a házamat, bazd meg, jó, hogy nem haltam, meg érted? Aztán utána én úgy döntöttem, hogy elköltözök, azt ebbe a városba költöztem, aztán eltelt egy jó pár év, hát 5 vagy 6 év, valahogy így, és egyszer csak megjelent, hogy ő lecsórósodott, neki nincs semmije, szerezzek neki autót, nőt, állást, munkát, mindent, pénzt. Aztán azóta, érted, ilyen szorongásé vannak, dükirohonások, nem tudok aludni éjszaka. Akkor behaluzom, hogy itt van mellettem és beszél, és akkor ilyenkor megremegek, meg ilyen problémáim van. Meg most ugye fáj a térdem alatt, már megszúrta. Ez is. Ja, legalább ez nem tartozik hozzá, hogy visszatért a testvéred a láb alatti fájdalom. Hát, igen. Én most ezek vannak, nem mondom az őszintét, úgyhogy nem, már nem tudom. Ezek a halucinációk, szorongás, ez mióta van? Hát azóta mondom. Azóta, hogy egyből, hogy visszajött így folyamatosan? Van. Igen.
hangokat hallok a fejemben, mint hogyha meg lennék bolondulva, esküszöm neked, és akkor több embert is megkérdezett, ti is hallottátok ezt? És akkor mi van öreg, be vagy az éve, halucinálsz, hogy mi van? Mondom, egyszerűen ez azóta van, és nem tudok mamma mit kezdeni. Már vettem be gyógyszert, már érte volt a majd izénál, kórházban, ott se tudtak velem mit csinálni, azt mondták, hogy meg vagyok bolondulva. Mondom, örülök neki. Ezelőtt, hogy visszatért a testvéred, voltak bármiféle szorongásaid, ami ehhez hasonló lehetett? Akár a halucináció, akár a folyamatos visszatérő hangok ehhez hasonlók, alvászavar vagy ilyesmi? Hát alvászavarom csak akkor volt, amikor nagyon stresszeltem valamin, de hát az ugye mindenkinél így van. Hát halucináció, nem, hangok. Hát, azt nem mondom, az őszintét, volt egy kutyám, hívták, hogy Lajos, nagyon cuki német juhász volt, hát konkrétan itt a, hogy mondjam, a derek, amíg érzed, gondoltad, milyen cuki volt. Persze. Aztán ő neki hallom néha egy zugatását, de csak ha rá gondolok nyilván, akkor érte, de amúgy meg nem, szóval így... Ez alapvetően felléphet, hogy szeretténknek a visszagondolásánál, igen, a nagymamánál, igen, anyukánál, ehhez hasonlóknál. Van egyébként más családtagod, akivel szoktál kommunikálni, a kapcsolatot tartani vele, vagy csak testvéred maradt egyébként? Hát csak testvér. És van egyébként olyan ember, akivel megosztott problémáit, tehát akiben bízol annyira, hogy tudsz vele lenni, vagy én vagyok az első, akinek ezt egyébként átadod? Hát igazából eddig úgymond volt egy jó barátom, mert van is, csak ugye sajnos most a repülője valamiért már hónap, vagy hát annyi nem, de egy 3 hete nem tud felszállni onnan, ahol ő lakik, tudod, aztán nem tudja itt a városba jönni. Nem adják meg nekik az engedélyt, mert hogy rövid egyszerűen a kiputópálya, hogy én nem tudom, nem engedik felszállni. Ővel ezt szoktam néha, hogy erről beszélgetni, tudod, de most így amúgy rendesen kimondani, így te. Azért kérdezem főleg, mert az egyik legjobb módja alapvetően az ilyen súlyos problémáknak a kezelésére az úgynevezett családterápia, amikor konkrétan körbeveszed magad szeretteiddel. Nyilván ez sokkal egyszerűbb, hogyha és amennyiben vannak még olyanok, akikkel tartott kapcsolatot, és ezekkel a szeretteiddel beszéled meg ezt a dolgot, ezt a problémát jelenleg, ami a testvéreddel zajlik. Az a baj, hogy nyilván a legegyszerűbb módja ennek a kezelésére az a gyógyszeres kezelés lenne, de nyilván nem szeretnélek kitenni addig ilyen pszichis antipszichotikumoknak, ameddig nem tudjuk másképpen kezelni ezt a problémát. Tehát, hogy tudom alapvetően azt, hogy testvéreddel ez a probléma, ez egy nem egyszerűen megoldható dolog. Mert mindaddig, amíg itt van az életedben is, és nem tudod, nem, vagy nem tudod, vagy nem szeretnéd eltávolítani, addig nem lesz sajnos egyszerűbb ez a dolog. Tehát nyilvánvalóan, hogyha szeretnéd, akkor tudok felirattatni, és kórházban ki tudod váltani szorongásoldó gyógyszert, vagy ténylegesen antipszichotikumot, de addig lehet, hogy a családterápia, esetleg relaxációs technikák, amik tudnának segíteni rajtad. Nyilván, hogyha szeretnéd, akkor ezt egy hosszabb pszichológiai kezelés során tudjuk ezt folyamatosan tartani, ezt a kommunikációt, és velem is meg tudod ezt beszélni, de mondom, a legjobb az lenne, hogyha ezt családdal, barátokkal tudnád átbeszélni. Most is hallom a hangokat, hogy azt mondja, hogy Daniel, adj melót, de így ahogy mondom, Daniel, adj melót. Adj pénzt, ezt hallom most folyamatosan itt. Olyan, mint hogyha mellettem itt ülne, és akkor így, nem tudom, vagy itt mögöttem lenni, és így vállamat szorongatná, vagy nem tudom, ilyen érzésem is van mellé. Pillanat, csak itt a telefonom valamiért csörög. Nyimisd le nyugodtan. Hogy? Köszönöm szépen. Ja. Sajnos az a baj, hogy vannak módszerek, amikkel tudnánk ezt kezelni, csak nem tudom, hogy a városban mennyire elérhetők az ilyen módú terápiák. Mire gondolsz? Hát esetlegesen arra tudok gondolni, hogy egy traumafókuszú terápiát tartani, amiben a múltbéli traumádat,
a házgyújtásos eseményt megpróbálod feldolgozni, és megtanulhatod újra biztonságban érezni magad, amivel csökkentheted a régi trauma által kiváltott szorongást. És ezáltal talán, hogyha ezt fel tudod dolgozni, akkor nyugodtabban tudsz visszatérni a rendes életedbe, és nem kell a testvéred miatt aggódnod. Mert hogyha felismered ezeket a negatív gondolatmintákat, és átdolgozod, és feldolgozod a fejedben, akkor gyakorlatilag visszatérhetsz abba, amiben eddig voltál, mindannak ellenére, hogy a testvéred itt van a városban. Mert hogyha a testvéreddel kapcsolatos félelmedet, bűntudatodat és a haragodat fel tud dolgozni, akkor alapvetően eltűnhet ez a hang, a folyamatos hangok a fejedből, a hallucinációk, mert ez nem igazi, ami történik veled. Tehát itt nincsen szó olyasmiről, hogy ő ténylegesen itt van melletted és mondja a dolgokat. Ezeket a múltbéli sérelmekkel hozod vissza életedbe igazanniból. Assza mindenért, tehát ez egy kicsit sok volt elsőre, de kezdem érteni, amit mondasz, szóval... Az a baj, hogy mondom, erre nem terjed ki az én hatásköröm, de hogyha saját magadban ezt le tudod rendezni, vagy mondom, a legjobb az, hogyha körbeveszed magad barátokkal, családdal, és ezt velük átbeszéled, és folyamatosan beszélsz róla, akkor a probléma gyakorlatilag, még ha ez nagyon butan is hangzik, de saját magától fog feloldódni és eltűnni. A testvéreddel való viszonyod az kuka, én ezt látom nagyon jól, de természetesen a testvérek és a család fontossága az ott kell, hogy lebegjen szemed előtt. Mert az a baj, hogy a testvéred nem fog csak úgy eltűnni életedből. Ja, viszont azt hittem, hogy te elfogsz egy pillanatra. Igen, mert tudod, most egy kicsit nyitom a számot, úgy valahogy tudok beszélni, érted, a nélkül. A hét százat. Most küszködök vele, érted? Aha. Aha, érted. Úgy tehát, lehet, hogyha ezen átveszed magad, és különböző relaxációs technikákkal, folyamatos izomrelaxáció, légzés technika, ilyen mindfulness technikát, ilyen módszerekkel folyamatosan nyugtatod magad, akkor ténylegesen én azt tudom mondani, hogy ezt az egészet el tudod engedni majd. Hát, nem is tudom. De hát ez így egyről a kettőre így megjelent, tehát nem is tudom, honnan tudtam meg a telefonszámom, érted, és akkor így fölhívott, és leraktuk, és így megmerevettem. Már lassan azt mondták az emberek, ott a Bryson belül a munkatársak, hogy elviszak a kórházban, mert így nem tudják, hogy mi van velem. Ha mondom, ti nem tudjátok, én meg főleg nem tudom, hogy mi. Hát kérdezem már meg, hogy milyen gyógyszert szedtél be a nyugtató hatás elérése érdekében. Nem tudom, de valamilyen kínai írás volt ráírva. Nem ott jó. Adták a kórházba. A kórházba adták, és kínai írás volt rajta? Igen, azt mondták, ugye nem a csinktől kérted el bent? Nem tudom. Valami tök ilyen, hogy mondjam, ilyen fiatalosabb úr, nem tudom, 21-22 éves lehetett, ő ott azt mondta, hogy ez erős, és ez megoldja a problémákat. Hát nem sikerült. Ja, most elsősorban hadd mondjam el, hogy a gyógyszer nem fogja megoldani problémádat. Ezek a gyógyszerek, ezek nagyon jó hatással tudnak lenni abban az esetben, hogyha jönnek hangok, és te nagyon durvan elkezdesz szorongani, ne adj Isten, alvaszavarod van. Arra nagyon jó kezelést tud nyújtani, viszont ezek nagyon addiktív hatásúak. Tehát, hogyha túlzásba esel vele, akkor ez nem lesz túl jó neked. Én azt tudom javasolni neked, hogy én fölírhatok neked, vagy hát ezt ki is tudod váltani a kórházba ezek szerint, anélkül, hogy én fölírnám, egy 0-25-ös frontin. Ezt csak és kizárólag akkor vedd be, ha is amennyiben a szorongás fellép. Tehát, hogyha este vagy munka közben azt tapasztalod, hogy ez kezd kiteljesedni, akkor vegyél be egy bogyót. Nem többet, mert hogyha többet veszel be, akkor sokkal erősebb hatást fogsz elérni, viszont gyakorlatilag megszexuálja agyadat ez a cucc, oké? Függő leszek tőle, vagy mi? Tudsz függő lenni tőle, és az a baj, hogy egyre csak többet fogsz kívánni, mert hozzászokik szervezetet hatóanyaghoz. Tehát ezzel óvatosan kell gondolni. Van neked itt WC-d? Van neked itt WC-d? Van, persze, lent. Aha, akkor pillanat is jövök elmények brunyálni, hogy nem probléma. Persze, menj csak. Sietek.
Mire nem jó az AI, mi srácok? Azért az masszív, az meg, hogy mit le nem ír nekem. De legalább kurva okosnak tűnik a keleti blokk, nem? Ugye? Ez MG-nek számít vajon? Bocsánat, itt vagyok, ne haragudj. Ne haragudj. Semmi baj. Ucs, nagyon már nem tudtam torszolni az ajt. Nincs, ezzel semmi baj. Nem tudom még, hogy közvetett az is, hogy itt a telepen belül a folyamatos úgymond nevelés is hozzátesz-e a dolgokhoz. Mire gondolsz? Hogy mondjam neked, hogy megértem, hogy próbaidősök, nincsen vele semmi baj. Föl vannak végve, és az első dolog az, hogy elolvastatjuk velük a telepen belüli szabályzatot, ami ki van rakva ott a zöldöző ajtajára. És egyszerűen nem azt mondom, hogy buták, mert oké, új nekik minden, de például aki már autószerelő, és egy ember egy hét után tud lenni autószerelő, és őket is nevelni kell, na hát azon nagyon kiszoktam akadni. Arra gondolsz, hogy gyerekesek, vagy mire gondolsz pontosan? Gyerekesek, értetlenek, a szabályokat nem tudják tartani, tényleg. És az a legnagyobb gáz az egészben, hogy ha rájuk szólsz, akkor meg egyben mennek panaszkodni, hogy az öreg mekkora egy tapló, egy tahó, egy köcsög, hogy kiosztottam őket, érted? És ez, meg a dükezerési rohamaim, ezek, hogy ha valaki értetlenkedik, és ötször, tényleg ötször elmondok neki valamit, és akkor se érti meg, hogy mit mondok, na hát akkor kész vagyok, akkor én ki lehet az olyanedből kergetni, érted? Na várjál, te most gyakorlatilag felettük dolgozol, nem? Tehát, persze, hogy... én most egy tuningos vagyok jelen esetben, tehát nem sokára vagy... technikos. Akkor meg még egyel fölöttük leszel gyakorlatilag. Tehát ő nekik, akármennyire is hülyén vagy butan hangzik ez, a parancsaidat gyakorlatilag követniük kell. Tehát, hogy nincsen az, hogy ő nekik problémájuk van azzal, hogy te szólsz nekik azért, hogy kövessék a szabályokat, vagy ez ilyesmi. Igazából ez úgy működik, hogyha nincsen... Például én úgy vannak a rangok, hogy próbaidőszerelő, szerelő, próbaidőszerelő, autószerelő, tuningos, technikus, veterán szerelő, műszakvezető, igazgató helyettes, és a tulajdonos, azt hiszem, vagy igazgató, vagy valahogy így van. És akkor, ha például én vagyok, vagy mi vagyunk, tuningosok éppen a legnagyobb rangban lévő fent a, vagy pozíción lévők éppen fent, hogyha itt a telepen jelen esetben, akkor az, amit mi mondunk, tuningosok, azt az alattunk lévőeknek nyilván tartani kell, vagy tehát be kell tartani. És a tuningos például, hogyha a tuningos a legnagyobb pozícióban lévő, ő nem mehet ilyenkor kihívásokra sem, hanem ő neki a telepen kell lenni, és biztosítani kell a telepet. És amikor értetlenkednek, és egyedül vagyok benn, vagy például ketten vagyunk tuningosok, és öt autó benn áll, hogy tuningoljuk föl őket, akkor igazából még belénk kötnek, hogy miért nem megyünk kihíváson, na hát akkor hullosan idegbe tudok jönni. Nagyon durván. Ezt jelezted a főnökeidnek egyébként? Persze. Csak az a baj, tudod, hogy ez évek óta már így megy. Az a helyzet, hogy nem lehet ezzel mit kezdeni, tudod. Tehát a főnökséged egyébként ez nem tesz ennek a lépés, ezek ellen lépéseket? De próbálnak. Csak az a baj. Miben teljesedik ki a próbálkozás? Szankcionálás esetleg, lefokozás, de tényleg normálisan próbálkoznak ellene. Itt a külsős applikációnkon van egy csoport, abban is mindenki benn van, bent tartózkodik, és abban is folyton írogatják nekünk a dolgokat, hogy szankció lesz esetleg kirúgás, vagy lefokozás, érted, és az a baj, tudod, hogy ha egy hétig megjegyzik, és utána, mint ami se történt volna, és hogyha megint elkezdem kioktatni őket, nem csak én, hanem bárki más, akkor meg egyből reagál, vagy jelzik a főnököknek, hogy megint dirigáláson, érted, és akkor ők meg sajnos ezzel nem tudnak mit csinálni, mert gyűjtik a panaszt, aztán herre.
Hát véleményem szerint, ha és amennyiben a szankció nem vonja meg, nem hozza ki magából a megfelelő eredményt, akkor ezt munkahelyterápiával is lehet nagyon jó kezelni, amely során mindannyian részt vesztek. Egy nem hosszú 20 perc fél órás kezelésen, ahol meg tudom hallgatni az egyéni álláspontokat, megnézem, hogy kinek mi a véleménye, és ezt közösen tudjuk kezelni, ha és amennyiben van hajlandóság egyébként az ott dolgozóknak erre. Mert az a baj, hogy ha nincs hajlandóság az alattad dolgozóknak, a fölötted dolgozóknak és a veled egy rangon lévőknek arra, hogy ennek irányába lépések legyenek, mert valószínűleg tartom, hogy akkor ezzel nem csak neked van problémád. Hát és nem, az a baj. Hogyha erre lenne hajlandóság, akkor ezen is tudnánk segíteni, de ehhez az a baj, hogy ehhez több ember kell. Tehát ez egy embernek a hajlandósága nem elég. Három és sem, hát. Itt mindenkinek kell arra mutatnia, hogy ő szeretne ez irányba tenni. Mert egy munkahelyen, főleg egy olyan munkahelyen, mint a tiéd, ahol ennyien dolgoztok, ott sajnos ez ezzel jár, hogy egymással kell együtt dolgoznotok és együtt működnötök. Természetesen, de például ott a tuningosok, meg a fölöttünk lévők, úgymond velünk, tudod, nincsen baj, csak oké, hogy újoncok, még bele kell szokniuk, de amikor megvan nekik írva, hogy olvassák el létszeres a szabályzatunkat, és akkor belekérdezek, hogy hogy van, milyen szerződésünk van a rendvédelmisekkel, hogyha például a sheriff, meg a poliszosok, vagy LSPD-sekkel, hogyha bejönnek a telepre, akkor ők miben, milyen előnyben vagy hátrányban vannak, autószerelőként nem tudja megmondani az ember, érted? Erről az ilyenek is már fel tudnék robbanni a gyilag, érted? Hogy minden olyan embert főveszünk, aki bemesél mindent, megkérdeztem tőle, hogy mi van akkor, hogyha víz nélkül, hűtővíz nélkül megyünk autóval, vagy bármi járművel, és nem tud, érted, nem tud megszólalni. Ilyenkor tudod, mit szoktam csinálni? Átöltözök, és elmegyek a munkába. Konkrétan. És egy ilyen három napig nem látnak. Itt viszont érted? Az a baj, hogy ez viszont nagyon a vezető iden csattan igazándiból, mert ők azok, akik döntenek arról, hogy kit vesznek föl, és kit nem. És lehet, hogy itt egyébként egy egyszerű beszélgetés már az elején, mielőtt fölveszik a dolgozót, sokat segítene ezen. Mert sajnos én mint nem autószerelő is azt tudom mondani, hogy ilyen ember ne legyen szerelő. Mert nem alkalmas arra, hogy megalapítsa, hogy egyébként egy autónak milyen problémája lehet ilyenkor. Hát persze. Tehát ez nem az, hogy 5V30 helyett 5V40-et tőd az autóba, hanem itt ez komoly probléma. És akkor elmagyarázom neki, hogy ilyenkor mi történik, és konkrétan nem szólal meg, és csak néz, mint hogyha nem látott volna még embert, idős embert, érted. Tudom, én nekem is türelmesnek kell lenni, azt aláírom, én próbálok, de amikor valamit ötödjére elmagyaráz az ember, akkor már te is gondolom kiakadsz, vagy fölmegy a pumpa, vagy én nem tudom. Persze ez egy alapvető emberi reakció, tehát ezzel nem tudsz túl sok mindent kezdeni. Itt igazániból, itt neked főleg az kell, itt meg kell tanulnod gyakorlatilag, akár kommunikációs tréningen keresztül, hogy hogyan fejez ki az elvárásaidat egyértelműen, anélkül, hogy agresszív vagy lekezelő lennél. És akkor ez segíthet azon, hogy a munkatársaiddal a kapcsolatod javuljon gyakorlatilag, és ne úgy vegyék, hogy te támadni akarsz, amikor tanácsot vagy feladatot osztasz ki nekik. Például egy egyszerű példát így hozva, tegnap voltam a város, vagy tegnap fölébredtem, eljövök megszereltetni a kocsimat, mert folyott a hűtővíz, így, hogy beértem vele. Aztán ott vártam 5 percet, és nem mozdult meg senki. És akkor lefényképeztem őket, így sunyiba titokba, hát mentem az autóhoz, kilógtam oldalra, hogy ne vegyék észre, lefényképezem őket, lefényképeztem, és beküldtem oda a csoportomba, hogy itt az emberek magukra ismernek-e, tudod? És akkor egyben ment a felháborodás, hogy de miért nem mentem oda szólni, hogy kéne szerelés. És akkor bevágtam nekik azt a képet, hogy 30. pont, szabályzati pontunk, ha egy ügyfél akármilyen gépjárművel, gyalog, vagy mit tudom én, autóval, robogóval, motorral, teherautóval belép a garázs kapun, mi nekünk egyből oda kell hozzá menni, és meg kell kérdezni, hogy miben segíthetünk. És akkor főháborodás van, hogy de hát, hogyha már 5 percet nem ment oda senki, akkor miért nem mentél oda?
reklamálni, mondom, nem reklamálás van. Én értem, hogy én is egy ott dolgozó vagyok, de hogyha szolgálaton kívül vagyok, nem fogok azért várni a szolgálatba 3 perc, hogy megszereljem a kocsimat. Érted? Utána meg kilépjek a szolgálatból. Mondom, ezt nem játsszuk el, mert ez is egy pont, hogy nem szórakozunk a szolgálatba lépésre. És akkor ott már megy a feszültség, és akkor olyankor már tudod, mit szoktam csinálni? Eldobom a telefonomat a rákba, beülök egy autóba, és elmegyek kocsikázni. Mert én ezt sok hülye barmat már, bocsánat, nem tudom fölfogni, hogy hogy élnek. Ilyen kevés észre, hogyha egy IQ-val is kevesebb lenne nekik, összeszarnák az udvart, mint a tyúkok. Az a baj, hogy itt is alapvetően akármennyire is érthető a te felháborodásod azzal kapcsolatban, hogy nem dolgoznak megfelelően. Te, mint magasabb beosztású ott dolgozó, kénytelen kelletlen is meg kell mutatnod azt, hogy ő nekik ilyenkor mit kell tenni, hogyha ők ennyire kelletlenek és nem tudnak dolgozni. Tehát, hogy te neked akármennyire is fáj ez, hogy ilyenkor ezt kell tenni, neked ezt meg kell tenned. Mert lehet, hogy nincs benne munkaköri leírásodban, nem tudom, hogy benne van-e, de ez benne van a dolgban, hogy neked irányt kell mutatnod az alatt a dolgozóknak. Hogyha ez abban teljesül ki, hogy őnekik szólnod kell, amikor beérkezik egy vevő, vagy nem tudom, hogy mondjátok, paciens? Nem tudom. Ügyfél. Ügyfél, bocsánat, köszönöm. Szóval, hogyha beérkezik egy ügyfél, őnekik menniük kell. Hogyha neked ehhez szólnod kell, az nagyon szomorú, de szólnod kell nekik. Folyamat tüsszögök, bazd meg. Na igen. Ilyenkor ne érezzem magam úgy, mintha óvodába járnék, hogy ilyen csoportfoglalkozás, ilyen óvodai csoportfoglalkozásra terep. Én nagyon szeretek itt dolgozni. Én amikor nem voltam itt a városban, amikor mondom, hogy ide kerültem a városba, egy hete voltam, itt ismerkedtem, ugye, és első dolgom az volt, hogy megkérdezem, hogy van-e ide felvétel, és engem úgy vettek föl, hogy nekem nem kellett lapot. Van ilyen tesztlap, tudod, amit meg persze, kell írni. Tudom. És nekem nem kellett tesztlapot se írnom. Tehát én úgy kerültem ide. De ez tök jó. De gondolj bele, most mi lenne, hogyha így vennék fel embereket. Akik nem értenek hozzá, mert nem tudják, mi van hűtővíz, érted? Persze. Tehát ilyenek vannak, tudod, és még mellé ide jött a testvér is. Testvéres gond, és úgyhogy már megmondom neked az őszintét, gondolkodtam egy nagy fám meg egy kötelen. Esküszöm neked. Ez legyen az utolsó, amire gondolsz, mert figyelj, értékes évek állnak még előtted. Nem szabad, hogy arra gondolj bele, mivel lenne jó, hogyha véget vetnél életednek. Nem lennél előrébb, csak vége lenne mindennek. Itt hagynál magára egy teljes szerelőtelepet, akik számítanak rád, itt hagynád azokat, akikért itt vagy. Tehát, hogy figyelj már, ott a fiat például. Most mivel lennél előrébb, hogyha véget vetnél életednek? Ott hagynád magára. Hát... Igen. Ez nem megoldás semmire. Semmire sem megoldás. Megmondom, az őszintét beadtam a tegnap előtt a felmondási papíromat, megírtam meg egy búcsűzenetet, tudod, ott a fiúknak, meg a Miminek. Aztán, ha már mindenki öreg, ne menjél, megírta a problémát, és akkor néhány ember részt ért. Aztán mondták, hogy de ne menjek el, mert mert akkor mi lesz? Mondom, jó, akkor egye bosszú. De mondom, ez az utolsó, mondom, menj, fölkúrjátok az agyamat, fölmondok a rákba. Még mindig előrébb helyezem ezt a megoldást, mint hogy véget vesz az életednek. Hogyha úgy érzed, hogy túl nagy a stressz a munkahelyeden, akkor kezd azzal, hogy elmész egy hét pihire. Érted? Bahamak, chill, Bali, amit szeretnél, vagy csak autókázol a városba. Három hetet voltam szabadság. De figyelj, hogyha ez kell ahhoz, hogy megnyugodj, és teli energiával tér vissza, akkor ez kell, ezt meg kell beszélned vezetőséggel, nem bírod ezt a stresszt, elmész 3 hétre, 1 hétre, 2 hétre, bármennyire, ameddig, hogyha visszajössz, és még mindig ez a szituáció, akkor vége, akkor ne számoljanak vele tovább. Hát igen. Igen, és ennyi, nem lesz vége életednek, mert ott hagyott szerelőtelepet, annyi jó munkahely van még. Lehet, hogy ott nyugodtabb lenne munkakörnyezet, értelmesebbek lennének ott dolgozók, érted? Hát igen. Mindig keresnek embert valahol.
Éppen a, most az izébe, a vízőnyúzba, aztán a motivalba is láttam, hogy keresnek embert, a mentősök is keresnek. Tényleg rengeteg dologgal tudsz foglalkozni. Ezt, igen, így ezen már elgondolkodtam, megmondom az őszintét. Jó hely, amúgy szeretek itt lenni, tudod, mert mondott a vingosok, meg a fölöttünk lévek, úgymond ők már jó csúnya ilyet mondani, de érettebbek. Persze, értem. Idősebbek, érettebb emberek. És ővelük meg tök jó lenni, érted? Szóval most is pillanatos megmondom, hogy a telefonon mennyien vagyunk összesen a telepen. 58 dolgozó van a telepen. Jézus ereje. Ez 58. Rengeteg. Hát igen. 58 dolgozó van itt a szerelőtelepen. Úgyhogy jó amúgy itt dolgozni, aláírom, tényleg jó dolgozni, mert hogyha itt a turingosok meg a fölöttünk lévek, bármi gond van, egyből jönnek, segítenek, stb. De az ilyen, hogy mondjam neked, az a jó, az lenne a jó, hogyha én már egy szinttel feljebb lennék technikus, és akkor tudnék lenni vagy mentor, vagy koordinátor, mert akkor meg el kell nekik fogadnia a amit mondok, érted? És ez mi kell? Hát, azt hiszem, itt több eltöltött idő, tehát év, vagy nem tudom, hogy mondjam neked, meg több szerelés, bepróbálkozom nyilván, csak mondom, 3 hetet direkt nem voltam, ki is írtam magam, 3 hétig, mert csak kértem inkább szabadságot, azt meg is adták, tehát nem mondták azt, hogy nem, meg is adták, mert látták rajtam, aztán most így visszatértem, mert jól érzem most magam, de hát nem tudom, hogy meddig fog ez így tartani. Az lenne jó, a technikus lennék, és akkor már lennék vagy koordinátor, vagy a másik lenni, és akkor így nem lenne probléma, mentor. Na, hogyha például mentor tudnék lenni, akkor az autószerelő, meg a próbaidősök, akiket úgymond fölvesznek és alám helyeznek, azokért ugye én felelek. Persze. Azért lenne ez így jó, szóval meg lehetne ezt oldani, csak az nyilván másik pozícióba kéne legyek. Figyelj, jelenleg az egyetlen dolog, ami segíteni tud rajtad, az idő, és a saját magadon való munka, még hogyha ez picit butacskán is hangzik, de saját magaddal kell foglalkoznod, hogyha ez a munkában teljesül ki, és ahhoz, hogy te feljebb léphess, több munkára van szükséged, akkor én azt tudom mondani, hogy ne foglalkozz a bentiekkel, akik ilyen helyzetbe tudnak téged hozni, vagy ilyen ideg állapotba, zárd ki őket, és ténylegesen csak akkor foglalkozz velük, amikor szükséges. Ez relatíven nagy ez a szerelőtelep, szerintem ez egy teljesen megoldható dolog lenne. Hát, ha úgy nézzük, szerintem is. De mondom itt most a tesós dolog, hogy nem nagyon gondolok rá, így úgymond megmondom az őszintét, hogy egy kicsit eltértünk a témától, így már nem hangok is eltűntek, érted? Látod, mondom, ez a megoldás, hogyha nem foglalkozol ezzel, kizárod teljesen, és olyanokkal töltöd az időt, akiket szeretsz, akiben megbízol, és ezeket a dolgokat át tudod beszélni velük. Az, hogy velem leültél most beszélni, ez egy nagyon pozitív megindulása gyakorlatilag. Ezzel tudod elkezdeni gyakorlatilag ezt az egészet. Hát nem tudom, nagyon gondolkodom, mondtad így, hogy veled közös munka, hogy így leülni, beszélgetni, nem tudom, hogy így ezt mennyire tudod vállalni így heti szinten, vagy két tudom heten, vállalni, nem tudom, hogy ez hogy lehet. Figyelj, én engem applikáción is elérsz, itt telefonon is elérsz, amikor írsz, megbeszélünk egy időpontot, és össze tudunk futni, és meg tudjuk ezt beszélgetni. Jó, rendben van, mert ez így jobban esett. Most megint úgymond úgy érzem magam, mint hogyha föl lennék töltve, és lenne az egészhez kedvem. Persze, hogy ne érthető. Figyelj, gyorsan begépelem, amit leírtam ide jegyzetekbe. Van nálad dokumentummappa? Nincs. Elmegyek egy boltba gyorsan. Itt van a sarkon. Figyelj, elugorhatsz, addig gyorsan begépelem, okés? Okésba. Akkor pillanat is jövök. Okés. Nyomtatód van? Persze, hogy ne lenne. Ja, jó.
Kiviszem ezt a pizzás dobozt, mit szólsz? Figyeld, nem az enyém, ez a többi dolgozója. Na, valami értelmeset összerakunk ebből, amit leírtunk. Hát ez érdekesen néz ki, de nem baj. Azt mondja, hogy... Na most nagy kérdés, hogy mennyit kérjünk el ezért. Ezen gondolkodom én éppen. Meg is jöttem, csak a hadboltot néztem át igazából, ha nem többet. Hát csak a szokásos igazándiból nincsen soha sehol se, de esküszöm hordani fogok magamnál, hogy legyen pluszba. Nálam is volt, csak ezt a olyan eszméletemet veszettem, mert ja, most hát, tudom mi volt, aztán elvették az orvosok, azt nem adták oda. Figyelj öregem, egy nevet szeretnék kérni, egy teljes nevet. Nem lenne, hogyha fölmutatom a személyt, az úgy jó lesz? De nekem az is jó. Jó. Akkor tessék. Születési dátumot ne nézd, most elírták. Akkor mondaná nekem egy kort. Hát 1969. december 1-én születtem. Csak elírták itt, amikor jöttem, aztán nem igazán akarják kijavítani. Oké, és gyorsan azért átolvasom, hogy jó-e minden, de szerintem fasz a minden is rendben. Ebből adok is egy másolatot neked, jó? Ops, át is veszem, meg is nézem. Beszéljünk időpontot? Vagy mikor találkozunk legközelebb? Felülöm. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Figyelj, utalva szeretnéd, vagy készpénzben rendezni? Utalva szeretném. Jó, akkor 900 dollárt kérnék szépen. Jó. Nyugodtan nézd át, fussd át, hogyha úgy van, ha ne adj Isten a vezetőidnek valami problémájuk lenne, akkor keressenek ők is bizalommal, vagy mutasd meg nekik. Rendben van, elküldtem, ha minden meg is igaz. Érkezett, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen itt a fáradozásodat. Ne viccelj, ma ez nem fáradozás egyáltalán. Hát most nem felszabadult vagyok, most el is megy dolgozni egyet. Azt hittem dohányozni, mondom, mi a fene. Lehet, az is lesz. Hú, jó most jól érzem magam. Az hál' Istennek. Elmegyek, dolgozok egyet, azt lehet, hogy egy 10 perc múlva hívlak, hogy kiakasztottak. Hát remélem, hogy nem így lesz. Mondom, gondolj a relaxációra, miközben beszélsz velük, próbálj meg arra összpontosítani, hogy nincsen ezzel semmi probléma, és hogyha úgy van, akkor kerüld őket el. Jó, rendben van. Kizárom őket inkább. Egy kicsit még nem javulok. Így van, ez a legegyszerűbb. Aztán mennyibe fáj neked itt ez a bérlés, ha szabad kérdezni? Hát figyelj, igazániból heti szinten fizetek 1500-t, nem egy nagy túlélhető. So that was a fucking lie. Ja, persze. Akartam már mondani egyébként nekik, hogy valamit csípjünk már le az árból, mert amúgy nem nincsenek itt egyáltalán, de hát látod, bazd meg. Ja, igazából itt csak beültek, te használod. Hát konkrétan, oda beülnek, aztán ki, és csak vannak. Csak néznek ki a fejükből. Érdek, tényleg, bazd meg, senki nem jár ide, ugye a fotostúdió sem működik már. Tényleg? Hát nem jár ide senki. De amúgy ilyenkor hol parkolsz le? Én ott az túloldal tudod használni, te is azt nyugodtan. Ja, én most ide álltam. Ez is jó egyébként. Először oda hátra álltam, de most ide álltam tudom. No, az a legegyszerűbb, oda bekanyarodsz, és akkor ott van egy 5-8 autó elfér simán, úgyhogy a... mindenét. Úgyhogy ne szóljanak ott a villának a lakói, tudod? Ja, nem hiszem, hát figyelj, csak nem. Hát rendben. Ha megszólnak, akkor megbeszélem velük. Hú, köszönöm szépen. Nincs mit öreg, figyelj, keressél nyugodtan, hogyha bármi van. Rendben van, kereslek mindenféle. Jó van, na, légy jó és szabad tiszta. Te is légy jó. Szia, Hello. Szép napot neked, jó. Nos, még ha az AI, a ChatGPT is segített nekem ebben, én azt tudom mondani, hogyha neki, az öregnek ez pozitív visszhanggal fog lecsapódni, akkor meg sokszorozódhatnak egyébként a páciensünknek a száma, ami meg fasza lenne. Úgyhogy ja, ide leparkoltam mondjuk egy kis ferkát, azzal érkeztem. Tudják már, hogy pszichológus vagyok, érted? Baszki. Na hát gyerekek, ezt jól lenném, ítom nektek, hogy...
ne zavarjon benneteket. Az első pszichológusi kezelésen túl vagyunk. Reményeim szerint ez a jövőben csak több és jobb lesz, és szállítmányozhatom nektek a jobbnál jobb videókat. Én azt tudom csak nektek mondani, hogy legyetek jók és szobatiszták. Találkozunk legközelebb, és sziasztok!